És lényeg az, hogy oda akarok kiukadni, hogy Rein is Egon. Ő egy műkedvelő történész, és egy csodapofa. Komolyan, szóval egyszerűen a lelkesedése a történelmünkért, és annak hitelessége az egyszerűen párját múlja. Hallgassátok meg ezt az összeállítást, amit Ági csinált Egonnal, a Magyar Honvédelmi Nap, Magyar Honvédelmi Napja. A honvé, Magyar Honvédelem Napja. Köszönöm, Katalin, ez már, az 50 év külföldnek az eredménye. Lényeg az, hogy... Mindig sietsz. Az, az, is lehet, az is lehet. Lényeg az, hogy 21-én volt, de gondoljuk, hogy mi mindig beleférünk ebbe a szórásba. Szóval, gyerekek, ti jöttök, Ágekám, vidd a szót! Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Kis Ágnes vagyok! A magyar kultúráról szóló sorozatunk mai epizódjában a Magyar Honvédelem napjáról beszélünk, ami május 21. És aki elmondja nekünk, hogy miért ez a nap a Magyar Honvédelem napja, az nem más, mint a hallgatók által már jól ismert Rejnis Egon barátom, aki műkedvelő hadtörténész. Tehát akkor, kedves Egon, adja magát a kérdés, Miért május 21 a Magyar Honvédelem napja? Ez a nap Budavár visszavételének a napja, de nem a híres 1686-os a töröktől, hanem 1849. május 21-e, amikor az itt maradt Habsburg helyőrségtől sikerült a várat visszafoglalni, és a döntőroham május 21-én volt, 49-ben. Na, és miért volt ez az ostrom olyan fontos, hogy a Magyar Honvédelem napját is ezen a napon tartják? Tulajdonképpen ez volt a szabadságharc csúcspontja. Arról már egyszer meséltem a tisztelt hallgatóknak, hogy a magyar tavaszi hadjárat a magyar hadtörténelem legragyogóbb katonai szakmai teljesítménye, és Budavár visszavétele volt ennek a csúcspontja. Na akkor mi volt a legfontosabb indok az ostrom megkezdésére? Ez egy nagyon jó kérdés. Tudnélik már a kortársak is vitatkoztak azon, hogy jó ötlete az, hogy megáll a magyar úgynevezett főhadsereg, akinek ekkor már Görgei volt a kinevezett parancsnoka, Budavár ostrománál és nagy erőket hagyít vissza, ahelyett, hogy üldözze tovább a visszavonuló Habsburg haderőt, és akár arra megsemmisítő csapást mérjen Bécs környékén. Nagyon érdekes, hogy már a kortársak, maga görgei tábornok, lapkatábornok, vagy kosút, Lajos is, maga is megpróbálta a döntést elhárítani magától, ezt annyira kínosnak érezték, de el kell mondanom, hogy nem volt más választás. A Hazburg hű főhaderő majdnem 50 ezer katonát számlált, csak a hadrafogható része Bécs előterében, és az oda eljutott őket üldöző magyar sereg 27 ezer főt tett ki. Ráadásul számolni kellett Jelasics délvidékre visszahátrált hadtestével, és a legfontosabb, a magyar honvéd haderő lőszer készlete gyakorlatilag elfogyott, és a lőszer utánpótlás útvonala igen hosszú lett, tehát nem volt más megoldás, mint Budavár visszavétele. Na tehát, ha nem volt más megoldás, akkor ezzel meg kellett küzdeni. De milyen véderővel kellett megküzdeni? Tehát Heinrich Henci vezérőrnagynak mekkora hadereje volt a budai várban? A Habsburg haderő 4890 főt és 85 löveget számlált. Na most egyszerűen meg lehet érteni, hogy a magyar kormányzat sem stratégiai, sem presztis okokból ekkora haderőt nem hagyhatott az ország szívében a hátam mögött. Na most ehhez jön még ugye Henci tábornoknak a szakértelme. Beszéljünk egy kicsit Henci tábornoknak a személyéről. Ráadásul van itt egy nagyon érdekes dolog is, mert hogy Görgei ugye kapitulációra szólította föl Így. Hencit, nyilván el akarta kerülni az, az ostromot, a pontosan. és ebben a felszólításban Henci magyarságára hivatkozott. Heinrich Henci, nem egy magyar név. Hogy kerül ő közel a magyarsághoz? Valóban Görgei megemlítette ebben a bizonyos levelében, hogy Henci magyarsága révén, álljon vissza a magyar oldalról, hogy legalábbis válassza a becsületes hadifogságot. Henci azonban elhárította magától, tehát Henci azt mondta, hogy ő svájci családból származik, és letagadta azt, hogy magyar felesége van, a családját is letagadta, pedig tényleg egy magyar nemes lányt vett el feleségül. Perfekt magyar volt, mégis abszolút Habsburg hű volt, 48. októberében, amikor a magyar kormányzatnak fel kellett volna esküdnie, Henci megtagadta az esküt. Na hát akkor beszéltél Henci seregéről. Milyen volt az ostromló sereg ereje? Végül is az ostromra, hogy biztosra menjen a támadó honvéd sereg, 34 ezer főt csoportosítottak össze, és összeszedtek 145 nagyobb részt távoli löveget. Henci elutasította ezt a bizonyos kapitulációs felszólítást, sőt, később, amiből komoly konfliktus lett, be is jelentette Görgeinek, hogy ha a honvédcsapatok megkezdik a vár lövetését, akkor ő Pestet fogja lövetni. Görgeinek benne is volt a felszólításában az, hogyha Henci és tüzérei fölöslegesen lövetni kezdik lett, akkor nem számíthatnak kíméletre. Ennek ellenére Henci ezt nem vette figyelembe, és elhatározta. Híres történet, igen, ugye, hogy igen. szétlőtte a pesti palotákat, Palotosat. és a vigadó is ennek van. az áldozata lett. Van, Na, akkor van. ez miért következett be? Mindenképpen el kell azt mondani, hogy a réstő, úgynevezett résztörő tüzérség az a naphegyen állomásozott, és a naphegy közelébe terepítettek tábori ágyukat, ezek voltak az úgynevezett leszerelődövegek, amelyeknek az volt a hivatott feladatuk, hogy lőnek az osztrák vásákon felállított ágyukra. Na most, itt jön az, ami megkérdejelezi Henszi szakértelmét. Ahelyett, hogy a jelentős számú ágyuját arra használta volna föl, hogy a várat lövető ágyukat zavarja és lője, ehelyett módszeresen elkezdte lövetni Pestet. Méghozzá hosszú gyújtási időre beállított gránátokkal lőtte az épületeket, ezek a robbanó gránátok átütötték a tetőszerkezetet, és az egész klasszicista palotasort felgyújtották. Van olyan korabeli éget szinte, éget szinte van olyan korabeli színes festmény, ami azt ábrázolja, hogy a Pesti palotasor egy tűztenger, és ebben látunk néhány jelenetet ebből a híres magyar filmből, a Kőszívő ember fiaiból is. Na és akkor ezek után mikor vette észre Henci, hogy baj van? Végül is ezt a ostromló sereg szerencséjére későn vette észre, körülbelül május 18-án észlelte, hogy a réstörő üteg eredményesen lövi a fehérvári rondella, a fehérvári kapútól, ha szembenézünk ezzel a térséggel, jobbra lévő összekötő falat, ez hamarosan kezdett leomlani. Így gyakorlatilag megérett a helyzet arra, hogy 21-én, májusban, annyira leomlott a fal, hogy ez már sikeresen ostromolható legyen. Még egy érdekes dolgot kell elmondani, hogy a Gellért hegy csillagvizsgálójából mm -hmm. kihozták a nagy távcsöveket, és ezzel kitűnően tudták az osztrák ágyúállásokat távcsövezni. A például ez a nap... <s> 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 Így van. Na most az úgynevezett leszerelő üteg, nagy tűzgyorsasággal a hat fontos ütegek azonnal ösztüzet lőttek Hencire, úgyhogy ezt a távcsövön gyakran megfigyelték, hogy Henci lepattan kíséretivel együtt a lováról, és a vástja árnyékában keresnek menedéket. Henci valahogy nem jött rá, hogy ezekkel a kitűnő távcsövekkel mindig látják, hogy ő az, aki megjelent a bástyán. Aztán végül Henci megsebesült. Hogy történt ez? Igen, ez már a híres nagy roham napján történt. Tehát végül 21-én Görgei elrendelte a támadást, hajnalban indult a roham, a honvédek végül is több irányban betörtek. Henci igen bátran a ellentámadó csapatok élére állt, azonban már a honvéd csapatokkal szemben nem volt esélye, és itt halálos gyomorlövést kapott, azonban még egy ideig életben maradt. Itt mindenképpen el kell mondanunk azt a történetet, hogy. Tekint... Igen a halálával igen. kapcsolatban van egy igen. anekdóta érdekes. Igen, igen, ez egy többszörös anekdóta, Henci nagyon félt attól, hogy esetleg fölakasztatik, de azt mindenképpen el kell mondani, hogy Görgei a hajnali támadás előtti utolsó eligazításán szó szerint kiadta azt a parancsot, hogy a várba betörő honvéd csapatok ne kíméljék meg a hadifoglyokat. Tehát ne csak Hencit, hanem a több mint négyezer védő katonát. Na most, ez szerencsére nem történt meg. Ez az európai történelem különlegessége a 17. század végétől és a 18. század elejétől kialakult az a szokás, hogy a háborúzó királyok csapatai megkímélték egymás hadifogjait. Ez annyira beleívódott a magyar tisztek tudatába is, hogy végül is görgei tisztjei úgy értelmezték ezt, hogy tulajdonképpen csak azokat a katonákat kell megölni a védők közül, akik nem adják meg magukat. Tehát nem vették komolyan, hál' Istennek azt a parancsot görgeinek, hogy neki mélyék a védőket. Mikor görgei fellovagolt a várba, akkor maga is látta, hogy ezt a parancsát nem hajtották végre, de úgy tűnik, hogy megnyugodott, maga is rájött, hogy ez egy nagyon fölösleges parancs volt, és ennél kisebb Katonai parancsszegésekért is súlyos büntetéseket szabott ki, de itt maga is helyeselte, hogy a tisztjai végül is megkímélték a foglyokat. Maga, ez egy nagyon érdekes hadtörténeti Ez -történeti egy -történeti eset, ez nagyon érdekes hadtörténeti gesztus, és e ezek után mégis elterjesztett, az osztrák jelentésekben elterjedt egy olyan legenda, hogy hencit végül is egy ajtóra kötözve súlyosan, sebesülten körbehordozták a várba, és hogy kínozzák, még a Rákóczi indulót is a fülébe húzták. De ez a legendák körében van, de érdekes módon ez a legenda él, de mondom, valószínűleg az osztrák történetírás, illetve a hivatalos jelentés. Akkor, akkor, is volt már propaganda. Valójában az történt, hogy Hensit a gyomorlövése után a saját orvosa kezelte, de hát ekkoriban a sebészet egy gyomorlövéssel szinte semmit nem tudott csinálni. Alig, hogy az osztrák vezető orvos, törzsorvos végzett, egy magyar hadnagy vezényletével már be is törtek abba az épületbe, ahol Henci feküdt a sebesült ágyán, és a, egy magyar orvos is meglátogatta henci de kiderült, hogy a sebe menthetetlen, ezt akkoriban nem tudják megoperálni. És Henci ekkor ráébredt arra, hogy a magyar honvédek végül is megkímélik a csapatait, és ekkor állítólag tényleg azt mondta, hogy lám-lám, a magyarok csak az egy világ egyik leglovagiasabb nemzete. És akkor még egy dologról ejtsünk szót, hogy itt vagyunk gyakorlatilag a szabadságharc végén, ugye csak Két és fél hónap választ el minket világostól. Ami valójában nagy szőlő. Ami nagy szőlős, igen. igen, ezt én tőled mellett. már tudom, igen, igen, igen. de világosként igen. ismerjük. És akkor. Ez az ostrom, ez mennyiben játszott szerepet a bukásban, az elhúzódásban, szóval egyáltalán milyen jelentősége volt ennek a szabadságharc szempontjából? Nyugodtan megállapíthatjuk, hogy jó döntés volt, egyszerűen semmilyen szerepet nem játszott a szabadságharc bukásában, de érdekes módon pont május 21-én dölt el a szabadságharc sorsa, mert ekkor találkozott Ferenc József Miklós Szárral, és Miklós Szár ekkor ígérte meg, hogy egy elképesztő haderőt, 200 ezer főt indít el Magyarországra. Ez a haderő olyan hatalmas volt, hogy 200 ezer fős orosz haderő soha nem harcolt eddig az orosz birodalmon kívül, még a napollani háborúkban sem. Ezzel a haderővel szemben a magyar szabadságharc továbbvitele már reménytelen volt. Köszönjük szépen kedves Egon, tehát ez volt a Magyar Honvédelem napjának a története. Köszönöm a figyelmet mindenkinek. Kis Ágnest és Reynis Egon hallották a Magyar Honvédelem napja alkalmából Buda Ostroma Budapestetele 1849-ben. Egyébként mennyi érdekes dolgot hallottunk? Olyan, hát olyan, igen, olyan, olyan a anegdó... a nem olyan anegdótákat, amit... Pedig, a... pedig, pedig hát aztán rendszeres látogatója voltam a hat történeti múzeumnak, és jó apám, rengeteg get mesélt a szabadságharcról is és...